az a történet jellegzetessége, hogy nekem nem Magyarországon születtek a gyerekeim, hanem Amerikában, mind a kettő. Az egyik 2015-ben, a másik 2017-ben. Az első gyerekemmel nem sok felkészülést csináltam. Tudtam, hogy természetes szülést szeretnék, és megnéztem előtte a Business of Being Born című dokumentumfilmet, ez inspirált arra, hogy szülésznőhez menjek, és az végig a terhesség gondozásom az csak szülésznővel történt, ez Amerikában teljesen normális. Alacsony kockázatú terhességem volt, és teljesen eseménytelen, tehát csak a rutin vizsgálatokra volt szükség. Július 4-én Amerikában van egy ilyen nagy ünnep, a Függetlenség napja, és aznap este a tűzijáték után egy nagyot sétáltunk, akkor voltam 37 hetes, 6 napos terhes, és másnap reggel hajnalban elfolyt a magzatvíz. Akkor én nagyon megijedtem, mert ettől rettegtem a legjobban, hogy el fog folyni a magzatvíz, erről hallottam a legrosszabb történeteket, hogy akkor be kell indítani, és mindenképpen sokáig akartam volna otthon vajudni. Ugye ez így kiment az ablakon, és igazából az egész napot azzal töltöttem, hogy vártuk, hogy beinduljon a vajudás, és aztán, amikor már nagyon muszáj volt, az volt a protokollja a szülésznőimnek, hogy 12 órával a magzatvíz elfolyása után be kell menni a kórházba. És próbáltam, még egy kicsit így ferdítettünk is az időponton, de a végén akkor be kellett menni a kórházba. Ez éjfél körül mentünk be. Igen, megállapították, hogy elfolyt a magzatvíz, és megvizsgáltak, és ekkor szembesültünk azzal, hogy sajnos nagyon az elején van a dolog, mert hogy csak 1 cm voltam, ami ugye kevesebb, mint egy újnyi a magyar számolásban. Megbeszéltük, hogy oké, akkor most be fogják indítani a szülést, de mivel nem volt semmennyire kitágulva a mészájam, vagy hát nagyon picit, ezért azt javasolták, hogy egy mészáj érlelőt adnak szájon át, ez a Cytotec nevű gyógyszer, és több adag, tehát van egy tabletta, azt elnegyedelik, és 2 óránként adják be. És hajnal egykor megkaptam az első adagot, kaptunk egy ilyen előkészítő szobát, aminek nem volt ablaka, tök hideg volt, tehát nagyon ilyen barlang érzése volt, de nem jó értelemben, hanem egy kicsit elhagyatva éreztük magunkat. A férjemmel voltunk csak ketten. És nem is néztek nagyon ránk, azon kívül, hogy néha elmozdult a CTG-nek hívják magyarul, akkor bejött a nővér, megigazította, illetve amikor jöhetett a következő adag, akkor bejött és beadta. Körülbelül olyan hajnal 5-kor, tehát olyan 4 órával azután, hogy megkaptam ezt a mészájérlelőt, akkor beindultak a fájások elég erőteljesen. Aztán kértem a nővéreket, hogy adjanak valami fájdalomcsillapítót, mert hogy nagyon fájt, de hogy szóval azért éreztem elhagyatva magam, mert hogy semmilyen javaslat nem érkezett arról, hogy tudnánk ezt segíteni, tehát mondjuk egy kis melegvizes borogatás, vagy bármilyen alternatív módszer, csak akkor azt mondta, hogy kaphatok intravénás fájdalomcsillapítót, arra azt mondtam, hogy nem kérek. Valahogy így telt az idő, folytattuk a vajudást, és aztán 7-kor tudtam, hogy 7-ig kell várnom, mert meg fog vizsgálni még egyszer a szülésznő, mielőtt vége van a műszakjának, és megvizsgált, és csak 1 cm tágultam. És az egyrészt szomorúsággal töltött el, hogy nagyon rossz, tehát nagyon intenzív az érzés, és nem haladunk. Másrészt pedig azt mondta, hogy egyrészt 9-kor, azt javasolt, hogy 9-kor kezdjük el az oxitocint, illetve azt is mondta, hogy délutánra lesz leghamarabb baba. És ez akkor még nem tudtam, de ez egy őrült nagy hiba volt, mert az én fejembe egy ilyen idősíkra helyezte a szülést, és én ehhez mértem a fájásokat. Azt hittem, hogy délutánig így fog fájni, ennyire intenzíven fognak érni az összehúzódások, és ezért, miután megvizsgált és ezt javasolta, mondtam, hogy én ezt nem tudom tovább csinálni, és akkor kérek epidurális érzéstelenítést. És ehhez még azt kell tudni, hogy New Yorkban, ahol laktunk, ott körülbelül 98%-a a nőknek kap a kórházban fájdalomcsillapítást. Tehát, hogy ez teljesen normális, ők nem is szeretik azt, hogy valaki természetesen szül, mert hogy az nem annyira kezelhető
akkor mozog, elmozdul, tehát a nővérek nem tudják a nővérpultból figyelni a betegeket, hanem be kell járkálni. És, tehát ugye ennek örültek, hogy én így döntöttem. Bejött az anesteziológus, de valamiért, valószínűleg volt más szülés, vagy valami feltartotta őket, de egy kis csúszással jött be. És mire bejött, én már minden fájás csúcspontján már így sikítottam, annyira fájt. És a férjem kb. A könyökével benne volt a hátamban, tényleg föl voltam tekeredve így az ágyra, azt hittem, hogy tényleg meg fogok halni. És hirtelen, amikor elkezdtek mozgatni, amiatt, hogy ugye akkor oké, akkor be fogjuk adni az epidurális érzéstelenítést, valószínűleg a baba is mozdulhatott, mert éreztem egy ilyen nagy magzatvíz kilökődést, és elkezdődtek a tolófájások. És szóltam a férjemnek, hogy akkor már nem tudtam angolul se, tehát akkor csak magyarul ilyen kulcsszavakban tudtam gondolkodni, és akkor szóltam a férjemnek, hogy szóljon nekik, hogy én nekem nyomnom kell, és hogy jön a baba, és megvizsgáltak, mert senki nem akarta elhinni. Ez volt 8 óra 40 perckor, és 7-kor megvizsgáltak, akkor még csak 2 centi voltam. Megvizsgáltak, és teljes tágulás volt, és tényleg ott volt a baba feje, akkor mindenki elkezdett kapkodni, áttoltak a másik, tehát a szülőszobába, és körülbelül, hát nem tudom, egy perc múlva bent termett a szülésznő, aki az új műszakban éppen kezdte a műszakját. Fölrakták a lábamat a kengyelbe, és akkor mondták, elkezdték mondani, hogy nyomjak. De hát nekem már akkor olyan toló ingereim voltak, hogy így abszolút kontrollálhatatlannak tartottam őket. És akkor az a fajta nyomás, hogy venni kell egy nagy levegőt, és utána 4x10 másodpercig nyomni. Tehát veszel egy nagy levegőt, elszámolnak 10-ig, addig nyomsz. Megint veszel egy nagy levegőt, elszámolnak 10-ig, nyomsz. És ezt kéne egy fájásba beilleszteni. Ez az ilyen módszer, ahogy számolnak a fájások alatt, vagy a tolófájások alatt, a kitolásnál. És ez nagyon nehezemre esett. És akkor bejött a szülésznő, rám nézett, és akkor erre emlékszem, hogy azt mondta, hogy hogy lehet, hogy gátmetszést kell csinálnom neked. És én akkor... Ugye nekem ez volt az egy másik nagy félelmem, hogy ne legyen gátmetszés, ez Amerikában egyébként nem feltétlenül jellemző, tehát ezt kórháza meg az orvosa válogatja, hogy kinek milyen a százaléka, de egyébként nem jellemző, mint mondjuk Magyarországon. És akkor mondtam, hogy nem, akkor nem, nyomok, annyira csak lehet. És akkor a következő nyomással kijött a baba, és nagyon örültünk, tényleg rögtön rám rakták, persze leszívták a száját, amit utána már nem örültem neki, meg is van felvételen, tehát egy kicsit így az szomorúsággal töltött el, hogy most már tudom, hogy nem feltétlenül volt rá szükség, de rám rakták, és akkor gyönyörködtünk benne. Azt hiszem, hogy 2 öltést kellett kapnom, tehát hogy valamennyire repettem, de nem volt vészes, és utána ott voltunk körülbelül egy órát a szülőszobán, és amikor elkészült fönt a posztpartum részen a szoba, akkor átmehettünk. Az alatt, az idő alatt egyébként elvitték fürdeni, vagy fürdetni, és lemérni, meg megcsinálni a vizsgálatokat vele kapcsolatban. És azt egy kicsit sajnálom, hogy akkor nem voltam annyira tudatos, hogy én azt mondjam, hogy nem. Tehát, hogy így teljesen ilyen transzban voltam, és annyira nem készültem fel előre, hogy ezek nem szükségesek. Tehát, hogy ez teljesen megtagadhatom, vagy hogy a baba mellettem lehet, amikor csinálják. Tehát elvitték, fölmentünk a szobánkba, ami egy másik hölgyel volt együtt, tehát volt szobatársam, és ott vártuk a babánkat, ami nagyon érdekes érzés volt. Meghozták, és utána csodálatos perceket töltöttünk együtt, meg órákat. És akkor másnap reggel, amikor fölkeltem, akkor én 2 dolgot eldöntöttem magamban. Az egyik az volt, hogy dula leszek, tehát
ezt elhatároztam, hogy én nekem szüléssel kell foglalkoznom, mert nekem megváltoztatta az életemet ez az esemény. A másik pedig az, hogy otthon fog születni a második gyerekem. Tehát, hogy ez a kettő fogadalmam volt, hogy oké, ez nagyon, tehát nagyjából rendben ment, de nem vagyok teljesen megelégedve az én döntéseimmel, és ezért a következőnél biztos, hogy másképp fogom csinálni.